magyar festészet 14 jelenkori kiválósága mutatkozik be az első kerületi Lónyai 60-i villában. A kiállítás nem véletlenül kapta az Arcanum címet, ami titkot jelent. A tárlatnak köszönhetően ugyanis a kortárs magyar festészet egyes irányzataira és törekvéseire is példákat láthatnak a nézők. Maga a rejtélyesség, ugye az egész képzőművészet is egyfajta rejtély, már hogyha a rejtélyt úgy értelmezzük, hogy ugye minden embernek ott a hátsó kisagyában vannak bizonyos olyan rejtett dolgok, amiket ugye csak mi tudunk, és azt ugye nem szívesen kommunikáljuk esetleg verbálisan, de viszont képzőművészeti alkotásként ezek a dolgok szerintem sokkal jobban megmutatkoznak és felszínre kerülnek. A kiállítás a Magyar Festészet Napja programsorozat kurátorainak alkotásaiból válogat. A Magyar Festészet Napját október 18-án tartják, amely Szent Lukács a festők vévőszentjének ünnepe köré szerveződik, és mostanra egyfajta képzőművészeti mozgalommá nőtte ki magát. Az idén 20 éves programsorozat legfontosabb célja felhívni a figyelmet a kortárs festészet és művészet helyzetére. Országszerte több mint 100 kiállítást láthat a közönség. Minden ellentétes véleménnyel szemben a festészet, mint művészeti műfaj kategória él és virul, mert mögötte az ember ősidők óta tartó képalkotási igénye áll. És ha van magyar nyelv és kultúra, akkor léteznie kell kortárs magyar festészetnek is. A jellemzőiről, irányáról és az egyetemes festészetben betöltött szerepéről kell és érdemes beszélnünk. A Magyar Festészet Napja eseményei közül minden évben kiemelkedik az Élő Magyar Festészet című tárlat, amit idén Szolnokon rendeznek meg. Ennek a szelekciónak köszönhetően tulajdonképpen a kurátorok saját munkáin keresztül, tehát arról kaphatunk ízelítőt, hogy az Élő Magyar Festészet három generációs kiállításait kik is szervezik évek óta nagy odaadással, önzetlen szakmaszeretetből. A Magyar Festészet Napjához a Vízivárosi Galéria is csatlakozik Miniképek című tárlatával. Október 28-án a Magyar Festészet Napja Újbudán címmel pedig kiállítás megnyitókkal és galériasétákkal várják a közönséget.